Köszöntöm a Pannon televízió nézőit. Május 2-a van Zsigmond névnapja. 498 éve e napon hunyt el Leonardo da Vinci. Festő, szobrász, grafikus, építész, mérnök és természettudós. 288 éve pedig e napon született Nagy Katalin orosz cárnő. Most nézzük a legfontosabb híreket, először csak címszavakban. Leégett egy családi ház Szent Mihályon. A Begába fulladt egy fiatalember Nagybecskereknél. Már az idén jön a nyugdíj és béremelés, ígérik az illetékesek. Ma is folytatódott a majális, Palicson és a folyópartokon is rengeteg ember pihent a munka ünnepén. Továbbra is feszült a helyzet Macedóniában. Családi ház égett le május 1-én Szent Mihályon, senki sem sérült meg az öttagú családból. A fedél nélkül maradt házaspár és három kiskorú gyermekük a rokonságnál húzza meg magát. Összefogott a mintegy 1000 lakosú bánáti kertészfalu lakossága, hogy segítsenek a bajba jutott családon. Kedden önkéntes munkával folyt a romeltakarítás. Ilyenkor nincs szegény, gazdag, ilyen hitű, olyan hitű, ide tartozik, oda tartozik, itt mindenki a bajba, segítünk egyik a másikának. Ami illeti a fizikai munkát, itt összefogtunk. Remélem, hogy utána anyagilag is összefogunk, de mivel nagyon kis falu vagyunk, elvárnánk a más falvaknak is a bekapcsolódását. Haladi Zsolt, felesége Zsuzsanna és három gyermekük otthona szinte percek alatt vált a tűz martalékává. Szerencsére idejében elhagyták a házat. Némi holmit sikerült kimenteni, de a háztartási berendezés nagyobb része odaveszett. Május 1-e reggel 7 óra körül fűszre lettünk figyelmesek a feleségemmel. A gyerekek még aludtak. Gyorsan kiszaladtam a záromnak, villannak a biztosítékét kiszedtem. Kézi tűzoltókészülőkkel próbáltam oltani a tüzet. Egy pillanatra sikerült is lefolytani, de utána csak is főlángolt. A tüzet végül három tűzoltókocsival sikerült eloltani. A szerencsétlenséget egy a villanyhálózatban keletkezett rövid zárlat okozhatta. Az anyagi kár óriási. Mint ahogy látják maguk is, folynak a munkálatok, Szent Mihály lakossága összefogott kicsitű nagyjáig, mindenki próbál segíteni. A helyi közösség is majd igyekszik lehetőségéhez méltán besegíteni, amiben tud. Lehet az építőanyaggal, anyagiakkal, nem tudom még majd mivel sikerül. Kedd délelőtt a helyszínen járt és a család tagjaival beszélgetett Gyuris László, nagybecskereki plébános. A család egyedül nehezen tudná kiheverni az őket ért bajt. A családfő a nagybecskereki kábelgyárban, a felesége pedig meghatározott időre a helybeli iskolában dolgozik. Egy fiatalember holttestére bukkantak az Öregbeg a folyó egyik ágánál, Nagybecskereknél, erősítette meg a hírt a helyi rendőrség a Blitznek. A fiatalember tegnap délután fulladt a vízbe, a holttestet Újvidékre szállították. A tragédia további részletei egyelőre nem ismertek. Már az idén emelkednek a nyugdíjak és a közalkalmazottak bérei Szerbiában, nyilatkozta Alexander Vulin. A munkaügyi, foglalkoztatási és szociálpolitikai miniszter hozzátette, rövid időn belül az is kiderül, hogy hány százalékos lesz a béremelés. Ezzel egyidejűleg Alexander Vucic szerb miniszterelnök tisztázta, hogy meddig kell majd csökkentett nyugdíjra számítani azoknak a személyeknek, akik nem korkedvezményes munkásként 65 éves kortól fiatalabb abban vonultak nyugdíjba. Szerbia költségvetésében még a vártnál is magasabbak a bevételek, mint a kiadások. Ez a magyarázat annak, hogy az országban már az idén emelkedhetnek a nyugdíjak és a közalkalmazottak bérei, mondta Alexander Vulin. Povećaće se ranije nego što smo očekivali, dakle povećaće se već u ovoj godini kao što sam i rekao, a ne tek po obračunu iduće godine. Dakle, možemo to da uradimo, evo i ovog meseca imamo suficit umjesto da imamo deficit i ovog meseca smo više uštedili, više zaradili nego smo potrošili, iako nam je ceo svet rekao da možemo da potrošimo više, ali ne, mi smo uštedili. Svi su bili zadovoljni time da imamo i dugove, ali mi smo pokazali da možemo i bez dugova, da možemo, zahvaljujući ovom narodu, možemo da menjamo Srbiju na bolje. Šta bi
mi bez ovog naroda? Šta bi, koja to vlada na svetu može da učini nešto dobro bez penzionera, nešto bez seljaka, nešto bez radnika? Ništa. Mi smo zahvalni tom narodu. Sada mogu da kažu da će početi i počinju da žive bolje. További jó hírnek számít, hogy a nem korkedvezményes munkát végzett 65 évnél fiatalabb korban nyugdíjba vonuló személyeknek nem kell életük végéig büntetést fizetniük ezért. Csupán 65 éves korukig kapnak majd csökkentett nyugdíjat. Do 65. godine plaćate penale, posle 65. godine kada ulazite u redovan rok, dakle za odlazak u penziju, posle toga više nema plaćanja penala. Ja mislim da je to velika vest za ogroman broj ljudi. Mislim da je to zaista velika, velika vest. Alexander Vučić hozzátette, hogy a nem korkedvezményes munkát végzett 65 évnél fiatalabb korban nyugdíjba vonuló személyekre kiszabott büntetéseket a betöltött 65. életév után az állam magára vállalja. Ez Vučić szavai szerint évente legalább 220 millió eurót emészt fel. Ma délután a Szabadkai Sétaerdő helyi közösség épülete előtt is gyűjtötték az aláírásokat a közelben lévő gerontológiai központ épület komplexumába tervezett migráns lakások felépítése ellen. A szomszédban élő polgárok felháborítónak tartják az ötletet. Véleményük szerint mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ne költözzenek migráns családok a március 27-e utcába, mivel ez nagyban befolyásolhatja a környék nyugalmát és biztonságát. Mindenki ellene van, és jó magam is ellene vagyok, mert hisz ott van az a bizonyos otthon, az öregek otthona, ahol az öregek az utolsó napjaikat szeretnék élni, nyugodtan, csendbe, és most ők oda fölépítenének egy olyan épületet, ahol majd valamilyen emberek fognak lakni, akik abszolút nem a mi mentalitásunkhoz tartoznak, ott kiabálás, ott lopás lesz, ott betörés lesz éjszakánként. Több mint egy órás várakozás alakult ki a Horgos 2-es közúti határátkelőnél ma délben. Az autópályán található nemzetközi határátkelőnél a szerb oldalon folyamatosan haladtak az autósok, és Királyhalomnál is csupán néhány gépjármű várakozott. Kedden a reggeli órákban a Királyhalom-Ásotthalom határátkelőnél nagyobb sor alakult ki, de ez nem volt tartós. 10 órakor már csak néhány autó várakozott itt. Ovo je lep prelaz, znači lepše je ovde preći nego na Horgošu. Prošli put smo 2 sata čekali na granici. Mislim, nema smisla, provedeš toliko vremena ako ideš na neki izlet. Tako da mi idemo u banju Morahalom. Mintegy 100 autó várakozott a Horgos-Röszke 2-es közúti határátkelőnél kedden a déli órákban. Bogarasról indultunk, egy jó fél órája vagyunk itt, de úgy nézem, hogy legalább még egy óra hosszát várunk. Gondoltak-e másik határátkelőre átmenni? Nem gondoltunk, de most hallottam, hogy a másik határon 2-3 autó volt, úgyhogy jóval jobban halad a sor. A határon várakozott kollégánk a Pannon Televízió egyik vágója is. Nagyjából 10 óra környékén érkeztünk ide, most lesz lassan 11 óra, ez egy jó másfél órás várakozás lesz itt. Hát a kirándulás így egy kicsit hosszabban sikerődik, de ez van, mit lehet ez ellen tenni. Az autópályán található nemzetközi határátkelőnél a szerb oldalon folyamatos volt a határellenőrzés, két sorban haladtak a járművek. A Horgos-Röszke autópálya határátkelő helyen a déli órákban csupán pár perc volt a várakozási idő. A magyar oldalon azonban állt a sor, így itt is torlódásra lehet számítani. A következő napokban a szabadságukról hazatérő vendégmunkások miatt bizonytalan lehet a határforgalom intenzitása. Az illetékesek ezért azt kérik, hogy az utazók tájékozódjanak a polisz.hu oldalon. Kedden is sokan majálisoztak a Palicsi tóparton. A Laci konyhák mellett kézműves vásár, vidámpark és kiállítások, az állatkertben pedig látványetetés várta a kirándulókat. A szabadkaiak többsége jellemzően inkább másodikán látogat ki Palicsra, abban bízva, hogy nincs akkora tömeg, mint elsején. Sok volt a vidéki és a külföldi, főleg magyarországi, szlovén, horvát, sőt orosz turista is a hosszú hétvégén.
Már reggel 9:30-kor 18 fokot mutatott a hőmérő higanyszála, az árusok még pakoltak, a malacok és a bárányok már forogtak a parás felett, a lacikonyhások a pecsenyéjüket sütögették, volt, aki már 4 kerekű riksán érkezett reggelit venni. A bringóhintókat már vitték, mint a cukrot, a vízi járgányok akkor még üresen álltak. Lassacskán a vidámpark is kezdett megtelni, a sétányt pedig elárasztották a verőfényes napsütést élvezők, a parkolókba egymás után érkeztek az autók. Sokan a május 1-jét rostélyozással, családi és baráti körben töltötték, és csak 2-án jöttek ki Palicsra. Gondolom, hogy a családnak a vidámpark az nagyon érdekes. Hát az unokák miatt jöttünk ki, persze. Mi az, amit eddig kipróbáltak, vagy mi az, amit még kipróbálnának? Minden szerintem ki lesz próbálva. Egyedül látom, hogy ezek a magasabbak még nem. Azt már meggyőzött, hogy én is menjek föl, de többit már... Bevállalja? Persze, hogy mentem én már. Nagyon bátor. Mentem már ilyenen is. A vidámparkot mindenki útba ejti, de van, aki csak nézelődik. Itt a vidámparkban kipróbáltak valamit? Nem. Miért? Én még kicsi voltam, akkor a körhintára fölültem, nagyon-nagyon beteg voltam utána, és most még talán látni. Forgott a gyomra? Forgott a gyomra, meg a fejem is, mindenem. Népszerűek a vízi játékok és a trambulin is, az ugrálóvárat pedig minden gyerek kedveli. A legkisebbeket a legkülönfélébb körhinták várták. Csúcsforgalom volt a Dodgen pályán is. Tudják azt az alt, jön már a bika, fúj az orra luka, ez a bika nem a csigabiga. Hát ez a bika bizony nem az, ez a rodeo bika itt a Vidán Parkban, és le is dobhat. Yes! Délben ismét megtelt Palics, a szép időnek köszönhetően már majdnem annyian voltak, mint elsején. Valójában elsőjén ugye mindenki otthon süt, főzik, kicsit a családdal, a haverokkal, a kollégákkal is, így másodikán kicsikét ilyen lazulásképpen így kicsit eljövünk az állatkertbe, gyerekeket elhozzuk, és akkor így. A májusi napsütést többen vízi bicikliken élvezték, mások a sétányon 2 kerekűztek. Május 2-án is a Palicsra látogatók biztonságáról nem csak a rendőrség, hanem a szabadkai mentőállomás és a tűzoltóság munkatársai gondoskodnak. A mentősöktől egyébként megtudtuk, hogy május 1-én, azaz a tegnapi napon a szokásosnál az elmúlt évektől több intervencióra került sor. Sok volt a rosszul lét, ez elsősorban a változékony időjárás miatt következett be. Kedden kora délután tömeg volt a palicsi állatkert bejáratánál is, megteltek a parkolóhelyek, és a főúton is intenzív volt a forgalom. Magyar Kanizsán nem volt szervezett majálisozás az idén, ennek ellenére tegnap elég sokan pihentek a városi strandon és környékén. Ma már csak néhány ünneplő családot lehetett látni a kempingtáborban és környékén. Május 2-án már csak kevesen voltak a magyar kanizsai Tiszaparton, kiürült a kempingtábor is. Akik még itt maradtak, akik 3-4 napja már itt vannak, azok is lassan szedik a motyójukat és pakolnak haza. Vannak olyanok is, akik ma jöttek le csak azért, hogy itt fogyasszanak el egy finom helyszínen készített ebédet, már csak azért is, mert most csend és nyugalom van az egész Tiszaparton. A palicsi Juhász István és Erzsébet utolsó magyarországi vendégeiket is kikísérték a kempingtáborból, és hozzáláttak a sátorbontáshoz. Ők már 1,5 évtizede rendszeresen itt töltik szabadidejüket. Majális az mindig jó. Ha a társaság jó, akkor majális is jó. Az idő egy kicsit elejében nem akart kedvezni, jó hideg volt, majdnem lefagyott a sátorba az orrunk, de azért a tábortűz, az mindent megtett, meg a kis jó pálinka, bor, úgyhogy jó éreztük magunkat, a társaság is, mert különben nem járnánk vissza évek óta ide, hogyha nem volna jó és nem tetszene. Süli Zoltán tegnap Újszent Ivánon szerepelt a Csókai Rákóczi férfi kórussal, így a családi majálisozás mára maradt. A vegyes, tiszaszentmiklósi, zentai és magyar kanizsai családnak Zoltán éppen az ebédet sütögette. Van, amelyik évben Zentára megyünk, van, amelyik évben ide Kanizsára. Nagyon jó ez. Még a tradíciót próbáljuk megtartani, amit évek során, ugye mi még abból a generációból vagyunk, ahol a május 1-jét ugye nagyon szépen ünnepeltük, hát megpróbáljuk ezt továbbvinni így. Muhi Ferenc, felesége Klára és anyósa Borsos Margitka ott jártunk, ott futottak be Oromról. Pihenni jöttek a Tiszapartra, mert hétfőn a Tandori tanyán nagy volt a nyüzsgés és a lárma. Nyugalomra vágytak. Ott is nagyon szép minden, azzal, hogy hát mondjuk egy kicsit talán nagy volt a forgalom, itt meg hát nagyon szeretjük a nyugodt idő, tehát napot is, ugye, egy kicsit eljöttünk ide pihenni,
nem nagy főfordulás van, ugye? Hogy mondják, a Kanizsa csöndvárosa, ugye? Ahogyan valamennyien elmondták, szép majálisuk volt, főleg azért, mert a jó társaság mellett elsőjére és másodikára már az időjárás is jobbra fordult. A Szabadkai 4. mini Jugoszlávia parkban idén is megünnepelték a majálist, kispályás futball, sakverseny és karate bemutató várta a nosztalgiázókat a Sándorhelyi közösségben található parkban. Javában rúgták a bőrt a gyerekek Szabadkán. A kispályás focin 4 helyi klub mutatkozott be és próbálta a legjobb lenni. Nagy a tét, hiszen éremmel, serleggel térhet haza a legjobb játékos, kapus és gólszerző. A kis focistákkal érkező szülők, szurkolók magát a parkot is jó ötletnek tartják. Ustvari treba tako da se organizuje. Što da ne? Svi nostalgičari bivših republika, što da ne? Ovo je lepo. Mások az elméjüket tornáztatták, a foci mellett sakkozni is lehetett. Az észjáték szerelmesei korosztálytól függetlenül mérték összetudásukat. Én már legalább 10 éve minden évben ide járok, és most már több éve a sakkversenyen részt veszek, ami minden évben van. Meg hát tulajdonképpen én országot cseréltem, de nem utaztam sehova. Tehát fölöttünk cserélték ki az országot, én maradtam volna még mindig Jugoszláviában. A mozgalmas programok mellett ebéd is jár a résztvevőknek, katonai babot és marha pörköltet vásárolhattak. A Nosztalgia Parkban mindig május 2-án egy napos rendezvényként ünneplik a majálist. Из всех городов и целой Сербии и разных республик приезд долазили по 30 автобуса. Сад je наших граждан моя генерация već možda malo proređeno, pa će i manje biti, ali verujem da će biti par hiljada ljudi danas tu. Blaskó Gábrić egyben a park tulajdonosa és alapítója is. 13 évvel ezelőtt hozta létre saját telkén, azzal a céllal, hogy megőrizze a volt Jugoszlávia kultúráját. Gábrić elmondta, az eddigi években több ezren látogatták a parkot a volt Jugoszlávia területéről, de majáliskor is sokan eljönnek. Mint mondta, míg ő él, addig Jugoszlávia is élni fog, még ha csak egy park formájában is. A rendezvényre egész nap várják az érdeklődőket, a belépés díjtalan. A versenyprogramok mellett még élő zene is lesz, a szervezők pedig azt mondják, hogy a következő év május 2-án is szintén várják a nosztalgiázni vágyókat. Külpolitikával folytatjuk. Tovább tart a belpolitikai válság Macedóniában, bár tegnap Skopjében utazott egy magasrangú amerikai politikus, aki megpróbált közvetíteni a felek között. A vitát továbbra sem sikerült lezárni. A macedónok egy része úgy látja, éppen a külső beavatkozási kísérletek, például az amerikai érdekek miatt alakult ki válság Macedóniában. Macedóniában a belpolitikai válság csütörtökön teljesedett ki, amikor a parlamentben a szociáldemokraták soron kívül házelnökké választották az albán nemzetiségű Talat Dzsaferit. Ez a jobboldali párt és a vele szimpatizáló emberek nem tetszését váltotta ki. Az utcán tüntetők gyülekeztek, majd betörtek a parlament épületébe, ahol törni-zúzni kezdtek. Sutus József vajdasági származású magyar évtizedek óta Skopjében él. Elmondása szerint az indulatok azóta csillapodtak. Az elmúlt néhány napban, a május első ünnepeket is belevéve, a helyzet nyugodt, viszont az egész városban, Skopjében nagyon nagy számú a rendőrök jelenléte, és a rendőri erők különösen a parlament környékén vannak koncentrálva, habár semmilyen politikai esemény, semmilyen más megmozdulás nem volt bejelentve. A nemzetközi politikai képviselők is megkísérelnek közvetíteni, vagy közben járni. Habár én azt hiszem, hogy a macedón emberek inkább jobban szeretnék, hogyha hagynák őket békén, hogy ők maguk között szépen, nyugodtan megoldják ezeket a dolgokat. Tulajdonképpen a két fő rivális álláspontja a közlemények alapján azóta semmit sem változott. A leköszönő kormányfő Nikola Gruevski továbbra is azt állítja, hogy az új kormányprogram, amelyet a balközép párt vezette koalíció hozna létre, alkotmányellenes. Azzal vádolja baloldali riválisát, hogy az albán kisebbségi pártokkal kötött egyességgel a polgárháború küszöbére taszították a balkáni országot.
Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden Szocsiban fogadta Angela Merkel német kancellárt, és megbeszélésük előtt elmondta, hogy elsősorban a kétoldalú kapcsolatokról, valamint regionális krízisekről, köztük kiemelten az ukrajnai válságról és a szíriai konfliktusról kívánnak tárgyalni. Angela Merkel, aki hivatalosan a júliusi hamburgi G20-as csúcs előkészítésének keretében találkozott Vlagyimir Putyinnal, fontos csoportbeli partnernek nevezte Oroszországot. A német kancellár két évi kihagyás után látogatott el Oroszországba, és ez a második vizitje az ukrajnai-orosz beavatkozást és a korábban szoros kapcsolatok emiatti megromlását követően. A Hamas radikális palesztin szervezet megváltoztatta alapító okiratát, és a hétfő este nyilvánosságra hozott új dokumentum szerint átmenetileg kész elfogadni egy független palesztin államot az 1967-es határok között. Ez nem jelenti Izrael elismerését, vagy bármely jog feladását, jelentette be Katar fővárosában, Dohában Khaled Messal, a szervezet vezetője. Hozzátette, a Hamas fontolóra veszi egy független és szuverén állam létrehozásának gondolatát Jeruzsálemmel, mint fővárossal az 1967-es határok mellett, azzal, hogy a palesztin menekültek hazatérhetnek. David Keyes, az izraeli miniszterelnök szóvivője, Massal bejelentésére reagálva azt mondta, hogy a Hamas bolondját járatja a világgal, be akarja csapni azzal, hogy mérsékeltebbé vált, de ez nem fog sikerülni. Mindenki legyen óvatos, aki Európába utazna, adta ki a figyelmeztetést az amerikai külügyminisztérium. Az illetékesek szerint minden amerikai állampolgárnak tisztában kell lennie azzal, hogy az egész kontinensen nagy a terror fenyegetés. Ezt a felhívást az elmúlt idők franciaországi, oroszországi, svédországi és nagybritanniai események váltották ki. Az amerikai külügyminisztérium kiemelte, nem lehetséges fenyegetésekre alapoznak, szerintük folyamatos a támadás veszélye. Főként azoknak szól a figyelmeztetés, akik nyaralni indulnak Európába. Az intézkedés szeptember 1-jéig lesz érvényben. Átrepült két amerikai hadászati bombázó hétfőn az ország szövetségese Dél-Korea felett, válaszul az észak-koreai nukleáris és rakéta kísérleti programokra. A gépek a csendes-óceáni Guam-szigetén lévő Anderson légitámaszpontról szálltak fel. A keleti tenger felett repültek tovább, majd a koreai félsziget közelében tartózkodó Carl Vinson amerikai repülőgép hordozó fedélzetén lévő harci gépekkel, valamint dél-koreai vadászgépekkel közösen gyakorlatoztak. Az észak-koreai hírügynökség angol nyelvű szolgálata azt írta, a gépek azt gyakorolták, miképpen dobjanak le nukleáris bombákat Észak-Korea nagyobb célpontjaira. Lori Hodge, alezredes, az amerikai csendes-óceáni légierő szóvivője azt mondta, hogy a gépek gyakorló küldetésben vettek részt dél-koreai és japán szövetségesükkel együtt. Görögország és nemzetközi hitelezői ma hajnalban megállapodtak arról, hogy milyen újabb reformlépéseket kell tennie a kormánynak ahhoz, hogy stabilizálja és növekedési pályára állítsa a gazdaságot. A most lezárult tárgyalásokon egyebek között arról született megállapodás, hogy csökkentik a nyugdíjakat 2019-től, valamint szűkítik az adómentes termékek és szolgáltatások körét. Ezekkel a lépésekkel a GDP 2%-ának megfelelő megtakarítást terveznek elérni. A mostani egyesség még nem jelenti azt, hogy automatikusan megy a pénz Athénba. Előbb a görög parlamentnek is jóvá kell hagynia a megállapodást. A törvényhozásnak azonban nincs sok ideje, mivel Görögországnak júliusban 7,5 milliárd eurónyi tartozást kell rendeznie. Nézzük, mi lesz a híradó folytatásában. Vajdaságban a libatenyésztés nem a legnépszerűbb, a libahús ugyanakkor nagyon egészséges. A szerbiai majálisozók közül többen töltötték a hétvégét a Mórahalmi gyógyfürdőben. Évtizedekkel ezelőtt minden falusi háznál tartottak ludat, ma már csak elvédve van olyan gazdasági udvar, ahol liba is van. Vajdaságban a libatenyésztés nem tartozik a legnépszerűbb és legjövedelmezőbb ágazatok közé, annak ellenére, hogy a libahús az egyik legegészségesebb a szárnyasoké közül.
Február elejétől május közepéig raknak tojást a ludak. Ilyenkor a jó idő beálltával már lehet vásárolni kislibát. Egy kisliba ára 450 dinár. A bázsgyulafalvi Varga családban hagyomány a ludtartás. Zoltán és Mónika gazdaságában 150 francia máj hibrid libát tart anyaállományként, őszre pedig 150-et hízlalnak felvágásra. Libatartás első 3-4 hete az nagyon nagy odafigyelést és energiát igényel. Ha kitalasodik egy hónap után, akkor már gyakorlatilag kint szabadon minden extra nélkül tartható. Vargáik tavasszal kis libákat, ősszel pedig tömött libahúst és libamájat, valamint egész évben libazsírt árusítanak. A libazsír, a libamáj és a libahús inkább őszi-téli szezonba keresettek. Ez ilyen szezonális étel, talán azért, mert az emberek azt gondolják, hogy ez egy zsíros étel, de ez a zsír nem olyan zsír, mint a disznózsír vagy egyéb állatzsírja, mert telítetlen zsírsavakat tartalmaz. Szerbiára kiterjedőleg nem mondhatnám, hogy nagyon keresik, mert nincs a köztudatban. A család állománya évről évre csökken, mivel egyre kevesebben vesznek kislibát, és a termékek értékesítése is nehéz. Sajnos nagyban nem tudjuk eladni, ennek pedig az az oka, hogy Szerbiában nincs libavágóhíd. Szerbiában nincs megfelelő piac, nincs vágóhíd, ahol ludakat is feldolgoznak. Így Vargáik csupán otthonról, valamint az interneten tudják értékesíteni termékeiket. A május elsőjei hosszú hétvégét sok szerbiai vendég töltötte Mórahalmon. A dél-magyarországi Városka gyógyfürdője zavartalanul üzemel, annak ellenére, hogy javában folynak a komplexum bővítési és építkezési munkálatai. Csaknem 500 millió forintos beruházásról van szó. Virágdíszben pompázik a Mórahalmi gyógyfürdő melletti park. Ennek egy része el fog tűnni, mert bővítik a fürdőt. A munkálatok javában folynak, a munkagépek megállás nélkül dolgoznak. A beruházás bruttó összértéke mintegy 500 millió forint. A mögöttem látható építkezési terület helyén 2017. december végéig már a fürdő kibővített épületkomplexuma fog állni. A főbejáratot alakítják át három fázisban. Először a pénztárakat bővítik és a belépő várakozó helyiséget, illetve a pihenőket. 450-500 négyzetméterre bővülni fog tulajdonképpen a főbejárat fogadóképessége. A beruházás másik része, hogy a belső öltöző rendszerünket is bővítjük, illetve átalakítjuk. Az udvari kijárati részen egy ilyen 350 négyzetmétert beépítünk, és ezzel növeljük az öltöző kapacitásunkat. Illetve van egy harmadik pontja is a fejlesztésnek. Az elfolyó termálvíz hőenergiáját hasznosítják majd, ezzel az épület fűtését segítik. A gyógyfürdő bővítésén kívül egyéb beruházások is vannak. Egy az idősek ellátásának biztonságát segítő projektet bonyolítottak le, amelyet egy norvég alap támogatott 1.200.000 euró értékben. Termálfalu közösségi épület épült fel itt a Mórahalmon, Szent János város részben, aminek a funkciója az idősellátásban fog tudni majd kapacitásfejlesztés formájában jelentkezni. Tehát fogunk tudni oda egészségügyi, közösségi, kulturális programokat szervezni az idős célcsoportnak. Nógrádi Zoltán Mórahalom polgármestere elmondta, az új termálfalu közösségi épületben nem csak közösségi teret biztosítanak az időseknek, hanem szükség esetén orvosi ellátást is nyújtanak. 69 éves korában Újvidéken elhunyt Fischer Jenő, a vajdasági magyar újságírás egyik meghatározó egyénisége. Több évtizeden át a Magyar Szónapilap belpolitikai kommentátora volt. Fischer Jenő 2012-ben napleánydíjat kapott, és ő a szerzője a Magyar Szó 60 éves történelméről szóló monográfiának is. Munkái közé tartozik az Ólomévek Íródeákja címmel kiadott könyv, amelyben őszintén fanyar humorral írt a délszláv háború történéseiről.
A múlt heti budapesti sikereket követően az Isztambulban zajló tenisztornát is győzelemmel kezdte Györe László. A zentai teniszező az első fordulóban 6-3-6-4-re múlta felül a német Daniel Brandset, ezzel az eredménnyel pedig a korábbi párharcukban elszenvedett vereségért is visszavágott. Györe következő ellenfele a torna negyedik kiemeltje, a világranglistán jelenleg 33. olasz Paolo Lorenzi lesz. Kedden délben kisorsolták a férfi kézilabda bajnokok ligája Final Four-jának párosítását Kölnben. A Telekom Veszprém együttes a francia Paris Saint-Germain-nel csap össze a júniusi négyes döntőben. A két csapat a csoportban már kétszer találkozott egymással, akkor mindkét mérkőzést a franciák nyerték. A másik elődöntőt a macedón Vardar Skopje és a spanyol Barcelona játsza. Az elődöntőkre június 3-án kerül sor. Kulcsár Krisztiánt választották elnöknek a Magyar Olimpiai Bizottság keddi tisztújító közgyűlésén. Az első körben a három elnökjelölt közül Kulcsár Krisztiánra 83-an szavaztak, a győzelemhez azonban ekkor 84 voks kellett volna. Borkai Zsolt 54, még Szabó Bence korábbi MOB főtitkár 27 szavazatot kapott, így utóbbi kiesett a versenyből. A második körben Kulcsár Krisztián 108, még Borkai Zsolt, aki 2010-től irányította a szervezetet, 51 voksot gyűjtött be. Így tehát a Nemzetközi Vívó Szövetség sportigazgatója lett a MOB új elnöke. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Leégett egy családi ház Szent Mihályon. A Begába fulladt egy fiatalember Nagybecskereknél. Már az idén jön a nyugdíj és béremelés, ígérik az illetékesek. Ma is folytatódott a majális, Palicson és a folyópartokon is rengeteg ember pihent a munka ünnepén. Továbbra is feszült a helyzet Macedóniában. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, amennyiben még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, pannonrtv.com-ra. Nézzék a Pannon televíziót továbbra is. Szép estét kívánok, viszontlátásra!